rovat támogatója az Interfood. Úszunk és levegünk, mint a rája a vízben. Csak mi az úton vagyunk. Meg egy kicsit talán fölötte, mert olyan a formája, gyönyörű. Corvette C3 1970-ből, mellettem pedig Kis Ádával, Crazy Cut Test műhelyből, ez még talán rímelt is. A Corvette egy kiállítási tárgy volt. A Chevrolet gyártott belőle egyet, elvitték egy kiállításra, és annyira tetszett az embereknek, hogy utána elkezdték a gyártását. Le is gyártottak belőle 300 darabot. De az volt az első, ez pedig a... Ez már a harmadik generációja, nem hiába C3-as. 1953-tól kezdték el gyártani a C1-es, és mind a mai napig gyártják, már C8-nál jár a széria, és ez a leghosszabb ideig folyamatosan gyártásban lévő sportautó. C3-ashoz volt szerencsénk, többhöz is. Csapattam a C7-essel, de a C8-assal is. Az amerikai nagy legendák, mint a Mustang, Charger, Challenger, azok izomautók, de a Corvette az sportautó. Honnan van a neve? A Corvette eredetileg hadihajó neve volt, és az a hadihajó nagyon könnyen és gyorsan volt irányítható. Innen kapta meg ez a kis autó is a nevét. Nem annyira kis autó egyébként, kicsinek tűnik, meg rettentően szűk, de 4,6 méter hosszú. Miért hasonlít annyira a rájára? Az a legenda járja, hogy az autó tervezője nagyon szeretett horgászni, és az egyik kedvenc állata a rája volt. Hála az égnek, hogy nem a zsiráf volt a kedvence. Örüljünk neki! Amit kevesen tudtak Adi Endrérről, hogy nagyon szeretett léggitározni. Egy új Corvette C8-as, hát az egy olyan 50 millió. Ehhez képest kékségünk. Ezt az autót nagyjából ennek az összegnek a feléből lehet megvalósítani. Ez sem kevés pénz. Ott. Igen. Nem olyan kegyetlen kemény, mint a mai sportautók, mint például egy Ferrari. Tehát élhető autó, minden nap is használható. Egy Ferrarival azért nem lehet minden nap arrébb menni. Megjelent mellettem Bencsik Balázs, aki eddig a csomagtartóban volt, most Ádám van a csomagtartóban. Hello! Technikai információk következnek. Gondolom szép nagy motorja van ennek a mérges rájának. 7400 köbcenti, és hát is, azt veszük, hogy ez egy pici műanyag autó, akkor az ugye elképzelni is nehéz, hogy mit művel ezzel az óriás motor. Mit tudhat ez 100-ra, 0-ról? Gyanítom, hogy ilyen 5 másodpercnél jobb időt is lehet vele futni, hogyha van tapadása. 1500 kiló alatt van. Nagyon egyben van ez a gép. Igen, nagyon kellemes vezetni. Mit csináltatok rajta? Nagyon minimális OT felkészítés, egy-két rozsdás csavart kellett csak eltüntetni, ki kellett cserélnünk a vákumdobokat a lámpába. Ennek nagyon jó gazdája volt az Egyesült Államokba, egyébként nem régen hoztuk az autót. Végtelenül könnyű vezetni, túlszervozott kormány, minden nagyon kellemes. Formai kialakítás miatt is egészen hátra tudták húzni a motort, úgyhogy ennek az autónak közel 50-50%-os súlyelosztása van a tengelyeken, ami nagy mértékben segíti az úton való tapadását. Ezt a kocsit én minden nap használnám, annyira jó. Fordulatszám alig emelkedik a motor, kicsit hangosabb lesz. És csak húz, mint a...
nem arrébb megyünk az úton, hanem lebegünk felette, hiszen ez egy rája. Ezek nem fák, ez hínád. Mindjárt Némó is szembe jön. Már elment mellettünk, köszöntöm neki. A rovatot az Interfood támogatta. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!